Vége a boldog napozásnak, ennek jár az esze valamin. Nincs igazság a földön, még a napsütés is igazságtalan. Már hogy lenne igazságtalan, mikor ugyanúgy csit rád is, meg rám is, meg mindenkire? Hát éppen, hogy nem. Mert neked legalább 10-szer akkora hasad van, mint nekem, ami azt jelenti, hogy rá 10-szer annyi napsütésünk, mint rá. Borzasztó, hogy micsoda őrültségeken tudtok ti vitatkozni. Érdekes, mintha Macska Matinak tényleg igaza volna. Persze, aki tízszer nagyobb, az tízszer több napsütés éri, de tízszer több jégeső is, és a hideg szél is tízszer annyira fújja. Majd megjön Mikka Vakka és eldönti. Ő biztosan tudja. Lékúgy az ég. Hiszen sehol egy árva felhő. Nagy fönnel süt a nap. Biztosan a dinnyefáról potyognak a dinnyék. Hát, az tényleg így szólhat. Valahogy ilyesféleképpen. De csak akkor, hogyha jó nagy dinnyék potyognak egy jó nagy dinnyefáról. Dinnyefa? Ki hallott már dinnyefáról? Hát dinnyefa. Ott nő az uritökfa mellett, nem? Tudom. Ez nagyon izgalmas Macska Mati. Hol láttál te dinnyefát? Jaj, Lajos! Jaj, Lajos! Még hogy dinnyefa? Dinnyét enne? Dinnyefáról? Jaj, Lajos, hát olyan kis kevés kelszed van neked, hogy még ezt a dinnyefa mesét is elviszed. Hát dinnyefa nem létezik. Csak Macska Mati fejében. Ott elég hely van egy dinnyefára. Aromó. Micsoda? Az előbb mondtál a fejemről, meg a dinnyefáról. Ja, hát azt mondtam, hogy a fejedben elég hely van egy dinnyefának. Aha, értem. Szóval azt akarod mondani, hogy üres a fejem? De ne egyáltalán. Én csak azt mondtam, hogy a fejedben elég hely van egy dinnyefának. Se többen, se kevesebben. Azt magyarázol bele, amit akarsz. Azt, hogy üres a fejed, nem én mondtam. Te mondtad? Te mindig más mondasz, mint amit gondolsz. Sokszor az ember egy hétig is törheti a fejét, hogy mit akartál tulajdonképpen. Mégiscsak az ég dörög, ez nem kétséges. Az eszed tokja. Az
kordót gurítanak. Ugye? Dobol a fődobos. Ha csak úgy magától zöng, jó kedvéből. Lajos Kár! Jaj, Lajos! Dömdödömdöm. Micsoda? Komolyan mondod, dömdödöm? Meg szokott komolyan mondja, mikor szokott dömdödöm viccelni? Szóval azt állítod, hogy kis fejű, nagy fejű zordon-bordon közeledik? Akkor ezzel jaj nekünk! Jön a göcsök fejű! A tuskó lábú! A hordó hasú! A lepény fülű! A melence mellű! A kemence szájú! A híg vele, izélevélet! És éppen most, amikor nincs itt a mikam, akkor... Az a fontos, hogy fancsali képet vágjatok, mindnyájan. Úgy nézzünk ki, mint egy gyászoló gyülekezet, mert a kis fejű, nagy fejű zordonbordon a jó kedvet utálja a legjobban. A szerencsétlen! Sziánkóz! Rajta vágjunk keserves pofát! Döb! 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 Döp! 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 Szóval itt a díszes társaság. Hát itt vagyunk. Persze, hiszen tudod, hogy itt lakunk? És jó a kedvetek, mi? Jaj! Dehogy jó, kedves kisfejű zordon-bordon, dehogy jó, éppen ellenkezőleg, része rossz a kedvünk! Csak sírunk, rívunk! Leszeg! Bánatoskodunk! Ha hallottam, hogy nevettetek! Nevetni? Hát mi az, kedves kisfejű, nagyfejű zordon-bordon? Mi azt se tudjuk, mit jelent ez a szó. Bizony, fogalmunk sincs! Hát, ilyen szavak már rég nem szerepelnek a szótárunkban. Mosolyogni, nevetgélni, röhögni, hahotázni, heherészni, rögögni, egyikről se tudjuk, mit jelent. Ez meg mi? Hát, kérlek, igazán kellemetlen. Te vagy, Kamati? Sír! Sír? Miért, hogy sír? Nevet, röhögyen kacsorászni! Ó, nem! Te nem ismered, Vaskamati! Így szokott sírni! Hazudsz! Igen, nekünk! Tényleg sír? Bizony sír! Így szokott sírni! Vaskamati így sír! Döntetem! Mit mondott? Hát ezt ki tudja, kedves kisfejű nagyfejű zordon-bordon? Hát tudod, hogy csak ennyit tud mondani, hogy dömdödöm. Mi állítólag megértitek? A nagy ügyár. Hát mit lehet azon megérteni, hogy dömdödöm? És az a híres mikkamak, hol van? Elbújt talán? Jaj, dehogy is bújt. Bement a városba. Dolga van. Az is lehet, hogy csak holnap este jön haza, de... Tiszteltet téged. Mondta. Hogyha erre jártna a kis fejű, nagy fejű zordon-bordon, akkor adjuk hát neki hódolat teljes üdvözletét, és egyébként is mi valamennyien nagyon tisztelünk. Hát tisztelhettek is. Különben hátra kötöm a sarkatokat! Szóval az a nagy hírű Mikka-Makka nincs idehaza. Pedig, ha jól tudom, ő a vezéletek. Itt kellek, köztársaságban! Köztársaság! Azért jöttem, mert segíteni akarok nektek. Döm! Mit mondott? Mit mondtál, döm? Döm. Na látod, ezt mondtam. Szórakozzatok velem, mert különben baj lesz! Én itt kiteszem értetek a lelkem, ti meg gúnyolódtok velem. Még egy ilyen közbeszólás, és nem mentlek meg benneteket. Megmentek? Mitől? Ha elmondom, nem lesznek ilyenek. Mitől? Mi történt? Tudjátok meg, hogy az erdőben rettenetesen elszaporodtak. A pomogácsok. Micsodákok? Ezt a műveletlenséget! Azt akarjátok mondani, hogy nem tudjátok, mik azok a pomogácsok? Izék. Aj, de! Hát dehogy nem tudjuk! Mire tudnánk? Nem egyet láttunk már! Azért mondom! De tényleg, mik azok a pomogácsok? Hallgass, Lajos! Ne szólj az okosabbak dolgába! De amikor sosem hallottam még pomogácsot. Semmi! Hogy tapad! Be
már a szám. Ez a nagy eszű meg szörnyeteg Lajos! Én... Jaj, hát kicsit lassú észjárás, nem kell vele törődni. Az a fontos, hogy mi tudjuk, mik azok a... bobogácsok! Nem. Mit mondtad? Semmit! Semmit? Mi az, hogy semmit? A süketek vagytok? De, igenis, azt mondta. Na, miért fogtad a száját? Na, mondta, csak 12 butaságot vagyok képes végighallgatni, a 13-tól idegzsábát kapok is ma. Ez lett volna a 13. Ott hagytad abba képes kisfejű nagyfejű zordon, mondom, hogy nagyon elszaporodtak a pomogácsok. Mi az, hogy ott hagytam abba? Ennyi talán neked nem elég? De hogy nem elég. El tudom képzelni, hogy szoronganak szegények. Segíteni kellene rajtuk. Eszedet adtad. Segíteni a pomogácsoknak? Tudod, te mit beszélsz? De majd szoronganak. Szoronganak? Nem sokára megindítják a döntő támadást. Jaj, de sajnálom szegényeket. Kiket? Hát, akiket megdöntő támadnak. Majd ostobák vagytok! Azt akarod mondani, hogy a pomogácsok... Minket támadnak meg? Végre, hogy leesett a 20 fillér! Hát mi az, hogy megtámadnak? Kinyílnak, széttépnek, felmosolnak, miszlébe vágnak, porrázúznak benneteket! Jaj, Istenem! Segítség! Most persze sápolóztok, szetektek, reszkedtek! Meneküljünk! Hiába is menekülnétek! Körül vagytok zárva, bármerre futtok, a pomogácsok kezére juttak. Hát de most akkor mit csináljunk? Micsoda, egy tipogy a társaság! Bruckner, Siegfried, a vakmerő oroszlán! Aromó, Lángeszű, Júl! Lószerapina, két csodaparipa! Meg ez a bika erejű szörnyeteg Lajos! A híres macska Máté! Meg ez a becsület szobraza! Dömdödöm, vagy mi a neve? Dömdödöm. Most aztán dömdömözhetsz, majd a pomogácsok. Kitömetnek benneteket az iskolai szertáraik számára, hogy a kis pomogácsok még 100 év múlva is láthassák a világ leggyávább társaságát. Még hogy kitömés? De hát akkor mit csináljunk, kedves kisfejű nagyfejű zordon, mondtam, mondd már meg! Én annyi mindent szeretnék még lenni, de iskolai szemléltető eszköz egyáltalán nem. Ugyan, macska Mati, mit csinálkozol? Majd beszélünk azokkal a pomogácsokkal. Csak nem öldökölnek ok nélkül. Jó. Egy csöppeszük biztos van. Ha, beszélni a pomogácsokkal. Az előtt azt mondtad, hogy tudod, mik azok a pomogácsok, most meg tárgyalni akartok velük? Akkor aztán százszorosan végetek. Még ennek a tisztásnak a helyét is óval hívtik fel. Egy dolgot próbálhattok csak meg. Micsoda? Tudom, hogy magatokról eszetekbe se jutna, de hát segíteni akarok rajtatok, így hát megmondom. Egy dolog segít csak. A harc. Harc? Nem apád? Csibuyi? Az! Bár reményetek úgyse sok van, a pomogácsok rettenthetetlen harcosok. Bátrak, alaposak, szívósak, kegyetlenek. Jaj. Segítség. Meneküljünk. Mi lesz velünk? Pomogácsok, begyulladtatok, mi? Na, akkor megyek is. És mondom, csak a harc segít. Fel kell venni a kesztyűt. Meg kell küzdeni a pomogácsokkal! Na, akkor megyek is. Döbb! Jaj! Ne hagyd meg minket, kedves kisfejű nagyfejű zordon mordod! Döbb! Jaj, mihez velünk? Döm-dödöm! Micsoda? Te egészen biztos vagy dömdödöm? Döbb! Te mindig egészen biztos vagy mindenben! Te mindent jobban tudsz! Hogy merészeled azt állítani, hogy pomogácsok egyáltalán nincsenek! Miért? Te talán láttál már pomogácsot? Hm? Nézd le, Jóskám! Feltennék meg egy kérdést. Mondd meg kérlek, mennyi kétszerket? Ja, kétszerkettő. Hát az annyi, mint... se több, kevesebb, mint kétszerkettő, mint amikor sokkal fontosabb dolgokról van szó, a pomogácsokról. És azt gondolod, hogy ebben a sokkal fontosabb dologban majd éppen arra hallgatunk, aki azt sem tudja, mennyi kétszer kettő. Na jó, hát akkor kétszer kettő az öt. Akkor hat. Akkor vagy esetleg... Esetleg befoghatod a szárad, a lángeszedet meg majd szalonna sütéshez használjuk fel. Jó.
De akkor sem láttam még soha egy darab homogácsot sem. Miért? Talán bumerángot láttál már? Vagy hagyássünt, kacsacsőrű emlős, 24 karátos aranyat, harisnyekötőt, gőzkalapácsot, bálnát, anakondát, exen, csúszta, lámát, bálombökit és gutter muttert láttál? Nem láttál? Mégis létezik valamennyi? De gutter muttert nem hiszem. Meg a harisnyekötőt sem. Muttert azt már láttam, meg fülkötőt is. Harisnyekötőt, meg gutter muttert, soha életem. Szóval azt mondod, hogy... Hogy szerinted sincsenek bomogácsok? Én szóval se. Én csak a Gutter-Mutter-t mondom, meg a Haris Gutter-Mutter-t. Már ezt a Gutter-Mutter, ez insta fejünk fölött lóg a baj, ti pedig az eszeteket járatjátok. Teheti, akinek van. Én már igazán nem tehetek róla, hogy egy kicsit lassabban forog az eszem kereke, de azért örülök. Lajos, téged senki se hibáztat, senki se okol. Nem tudod mennyi kényszerkötő is. De biztosan tudod, hogy milyen csönd. Igen, azt tudom. Hát akkor maradj csöndben. Mi pedig felkészülünk a bomogácsok elleni harcra! Nem adjuk ingyen a bűnt! De félek! Csak semmi. Félelem! Majd én a kezembe veszem a bomogács ügyet. Na-na, talán a kezünkbe vesszük. Hát, úgy is lehet mondani. Az a pontos, hogy most már végre kezdjük el! Ugyan kezdjük! Hogyan kezdenék? Hát... Hadi tanácsot tartok. Döm-dödöm! Nagyon kérlek, ne bomlasz a fegyelmet! Még egy ilyen közbeszólást és kizárunk a hadi tanácsból! Döm-dödöm-döm! Na, már ki is vagy zárva! Vett tudomásul, szedd a sátorpádat és vonulj a tisztás másik végébe! Úgy van! Még csak nem is hallgathatod a hadi tanácsot! Még elárulná a bomogácsoknak! Úgy van! Takarodj a tisztás másik végébe! Ezt igazán nem kéne csinálhatok szegény döndödömmel! Fogd be a szád! Majd megjön Mikka Maka és ad nektek! Kizárjuk téged is! Nem, én inkább adok. Véleményem szerint a bomogácsok ellen úgy harcolhatunk a legeredményesebben, ha... ugye... Lószerapin, szerinted mi lenne a legeredményesebb módszer? Szerintem... Véleményem szerint, mivel hogy a bomogácsok termete. Na, mondjad, a bomogácsok termete? A bomogácsok termete olyan kicsi. Mit mondasz kicsi? Azaz, hogy nagy. Nagy? Akarom mondani közepes. Jaj. Most akkor kicsi, nagy vagy közepes. Jaj, Lajos! Lajos, hát kérlek, ne tegyél fel ostoba kérdéseket! Te meg lószere, hogy mondd meg végre, milyen a bomogácsok termete, kicsi, nagy vagy közepes! Az az igazság, hogy ő bomogácsot én csak meglehetős távolságról láttam. A termetit meglehetős távolságból is megítélheted. Ez kérlek szépen nem egészen így van, mert ha az a meglehetős távolság igen nagy, a bomogács kicsinek látszik, ha pedig az a meglehetős távolság igen kicsi, a bomogács óriásinak látszik. A közepes távolságot el sem mond. Miért? Akkor mi az eredmény? Jaj, Lajos! Tehát az a kérdés, hogy te milyen távolságról láttál bomogácsot? Hát mondom, hogy meglehetős távolságról. És meglehetős távolságról mekkorának láttad? Meglehetősnek. Na. Ha egyáltalán... Ha egyáltalán bomogács volt. Lehet, hogy nem is bomogácsot láttál meglehetős távolságból. Lehet, hogy egy bodzabokor volt, vagy egy vatönk. Mert amikor meglehetős távolságról láttam azt a meglehetős nagyságú valamit, akkor már meglehetősen sötét volt. De. Na, ez már több a soknál! Megbüntetjük! Vett tudomásul, hogy hadi állapot van! Én ezennel regenátnak nyilvánítalak! Talán generátornak. Renegátnak. Regenátor vagy generátor, mindegy! Büntetésből oda kötözzük a fához! Na, itt aztán renegálhatsz! Ezt csinálni döndödömmel, ugyan? Akarsz te is mellé kerülni? Jaj, de úgyis akarok. És ha még egyszer megszólalsz, akkor a... Szádat is betömjük! Értve? A belső ellenség a legveszélyesebb! Na! Ott hagytuk abba, hogy meglehetősen sötét volt. És hogy talán nem is pomogács volt az a bizonyos boldzabokor vagy fatőnk, amit láttál. Lehet!
itt a semmi vész. Mert itt vagytok ti, és ti biztosan láttatok már közelről és tiszta időben pomogácsot. Mi azt nem láttunk? Mi ne láttuk volna? Na, ez csak természetes. Lehet, hogy én is láttam. Lehet! Csak te nem bodzabokornak nézted! Vagy patönknek! Na, hát ez eszembe sem jutott. Pedig mennyi bodzabokrot meg fatönköt láttam. Szóval azok mind pomogácsok voltak? Döm! A legyekáttal nem tárgyalunk. Engedjük el most már. Nem hiszed, hogy hadi állapot van? Térjünk a tárgyra! Na. Úgy van! Siegfried, kérlek, meséld el a pomogácsokkal való találkozásodat. Miért pont én? Kezd inkább te! Kezd inkább, Vacskamati! Úgy is van, Vacskamati, te következel! Kérlek szépen, a pomogácsok kétszer akkorák, mint egy elefánt. Öt kezük van, öt lábunk, és mind az öt kezükben egy-egy gyilok. Micsoda? Gyilok, azaz gyíkleső, vagyis békanyúzó. Rajnak. Biztos, hogy öt kezük van? Annyira biztos, amennyire az öt lábunk. Ne haragudj, Vacskamati, de hol láttál te pomogácsot, és milyen távolságról? Hogy hol láttam? Hogy milyen távolságról? Sehol se láttam. Hát akkor meg honnan veszed, hogy öt kéz, öt láb, meg gyilok? Így képzelem. Hát éppen képzelgésre van most szükségünk. Mert tudomásul, hogy az én képzelőerőm a legesleg és legcsodálatosabb az egész világon. Tarts meg magadnak! Mik, hogy ötkezűek? Miért nem gyak 25 kezűek? Hogy ne idegesítsük egymást felesleges vitatkozással! És a képzelő erő, az néha igazán nem árt. Mondhatom, hogy csak azt jelzik, hogy te csak képzeled be láttál pomogácsokat. Engedjük szabadon, dömdömdömöt! Csönd! Beszélj nálamú a pomogácsokról! Az igaz ugyan, hogy még nem láttam pomogácsot. Na, tessék, nem látott! Látni nem láttam, de hallottam őket! Beszélgettek. Süvítve zúgtak el a fák fölött. Azt akarod mondani, hogy repültek? Azt. Éjszaka volt. Egyszer csak hallomám, hogy... Zíí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 í Sűvítettek a fákra. És miből gondolod, hogy pomogácsok voltak? Hát mik lettek volna? Hallottál de már ilyet éjszaka, hogy zíí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 í A pomogácsok megkezdték a felderítő repüléseket. És még semmi sem csináltunk. Vigyen ufajos, menj, tölj ki botokat, kimész az útra, és addig vered őket, amíg vissza nem fordulnak. Ha kell, repülni is megtanulsz. Botokkal a repülő pomogács. Igaz is, hát még azt sem tudjuk pontosan, hogy milyenek a pomogácsok. Siegfried, te már biztosan láttál pomogácsok. Mondd, milyenek? Kérlek szépen, a pomogácsok rendkívül furcsa lények. Mégis milyenek? Hol ilyenek? Olyanok. De repülni tudnak. Azt jól hallottam, igaz? Az attól függ. Támadhatnak földön, vizen, levegőben is. És? És a föld alatt. Nincs a közelben víz, se tó, se folyó. Mi az, nekik ide vezetik? Ezekkel aztán elláthatjuk a bajokat. Megyek is ki az ösvényre ezzel a két bottal. Áj! Kitől kaptad parancsot? Micsodát? Miféle parancsot? Ha nem tudnád, hadi állapotban. Parancsot csak a vezér.
Jaj, értem, hát... Azaz, hogy is ki most a vezér? Hát én! Micsoda? Mi az, hogy te vagy a vezér? Ezt meg hogy gondolod? Kinek van itt a legtöbb esze? Nekem, ezért vagyok én a vezér. Figy fele vagy, nem vezér! Mikor egy nyúl parancsoljon egy oroszlának, ki hallott már ilyet? Főleg, hogy az az oroszlán, én vagyok a világ legbátrabb, legokosabb oroszlánja! Mikor ő a vezér, még visznek is rossz! Nem kétséges, vezér itt csak egy lehet. Na látod, Lószerafin is mellettem van. Melletted annyiban, hogy egy nyúl nem lehet a vezérünk egy oroszlánnak és egy paripának, na nem, azt már ne. És engem kihagysz? Nem vagy hamadi, téged sem hagylak ki. Neked sem lehet a vezéred egy nyúl! A vezéretek itt csak is egy valaki lehet. Egy oroszlán! Azaz én. Hogy is ne? Egy hebehúrgya oroszlán! Még hogy hebehúrgya? Mondd még egyszer! Te akarsz velem vitatkozni, te vén, fogatlan oroszlán ár! De ló! Jönnek mondásokat! Mi az dömdödöm? Téged már elkaptak a komogácsuk? Dömdödöm. Na csak dögögél itt. Tőlem ítélet napig dödöghetsz itt. Te vagy az? Kedves kisfejű, nagyfejű, zordon, bordon. Én hát? Hol vagy? Itt. Azt hittük, a komogácsok jönnek. Miért? Még nem voltak itt? Pedig úgy hallottam, nagyon zajonganak. Ti talán nem hallottátok? Ja, de hogy is nem hallottunk. Azért is ijedtünk meg ennyire. Micsak? Ott meg egy nyúl! Csak nem a fékezheteten agyvelejő aromó! Mondhatom, sose láttam még ennyire begyulladt nyulat! Még fára mászni is megtanult ilyetében! Nem csak én tanultam meg fára mászni. Megtanult itt más is. Hát te mit csinálsz ott? Elmélkedem? Ez a legjobb hely az elmélkedésre? Még hogy elmélkedsz. Ilyetebben bújtál oda. Mikor voltam én megijedve? Kedves kisfejű, megkérdezem, nem voltam. Láttad a komogácsokat? Bármelyik pillanatban támadhatnak! Bár én meg tudnám őket fékezni. Kedves kisfejű, a bizottban! Jajajajajaj, segítek! De nem ingyen ám. Kérj bármit! Mindent megadunk! Adjátok ide a kincseiteket! A kincsodáinkat? A kincseiteket! Az aranyat, az ezüstöt, a gyémántokat, a tallérokat, a jáspis szobrokat, a karbunkulusokat, az obulusokat és a papatkákat is adjátok ide! Mindent! Akkor aztán megmentlek benneteket. Szerintünk egyáltalán nincsenek kincseink. Hazudtok! Ha a piros nadrág tartóra gondolsz, akkor nagyon sajnálok, azt nem adom oda. A felének az ócska nadrág tartod. Elő a kincsekkel, mert intek a pomogácsoknak. Ez nem ócska, vadi új nadrág tartó! Nincs kincsünk. Nézd már meg. Tévedtél. Azt akarod mondani, hogy csak úgy ide költöztetek a négyszögletű kerekerdőbe, hogy nem kincseket meggazdagodni jöttetek? Piszi a piszi! Akár piszi, akár nem piszi, nekünk egy fia kincsünk nincs. Így egy szabadság se. Na, akkor hadd jöjjenek a pomogácsok, megadom a jelt! Mind akármi más! Szabad el a pomogácsokat! Kamaka! Mi az ördög? Szervusztok! Zordon Bordon úr, ön itt? Én? Ugyanis? Ez még micsoda? Kikötözte meg dömdödömöt? Dödöm. És ez egy kintbe
Döndödöm. Ló, Szerafim is. Dönd. És mit akart? Döndödöm. Jó pofa. Kincseken. Aranyan. Ne higgyél meg. Hallottuk, hogy közelednek a bomogácsok. Még a fegyverüket is próbálgatták. Igen. Dübögtek, sítjegtek, suttyogtak. Na, akkor már értem. Szaladj csak Lajos oda a bokor mögé. Mit látsz? Egy keresztfűrész, meg egy benzines hordó. Pengesd csak meg azt a keresztfűrészt. Döngesd csak meg azt a benzines hordót. Ez volt az. Még hogy bomogáncsok. Te akartál becsapni bennünket, te? Engem! A világ legbátrabb! Nice, jól megkaptad! Az esztelen! Még hogy kincseket! Kiféle kincseik vannak nekünk? Hát majdnem sikerült neki. Micsoda? Megfosztani bennünket a kincseinktől. Mégiscsak vannak kincseid? Persze, hogy vannak. Csak nem olyanok, mint amilyenekre kisfejű, nagyfejű Zordon-Bordon gondol. Hát akkor mi lenne? Aromó esze. Nem kincs. Bruckner Siegfried tapasztalata. Ló Szerafim bölcsessége. A te kedvességed, Bacskamati. Látjátok, majdnem elvesztettétek őket. Egyes egyedül dömdödöm becsületessége, és szörnyeteg Lajos jó szíve maradt bennük. Szörnyeteg Lajos is beijedt. Ő is elvitte a pomogácsokat. Igen, de legalább letörte a botokat. Hát nem ártana velük a mi hátunkra is egy párat odasózni. Dömdödöm. Igazad van, dömdödöm. Ne beszéljünk róla. De ne is felejtsük el. De a vezér, akkor is én vagyok! Ki hallott már olyat, hogy egy nyúl parancsoljon egy oroszlának? Hallottál már ilyet, Mikkamakkal? Világ legbátrabb és legokosabb oroszlátjának. A bomogácsok elleni harcodat én ismerem a legjobban. Meg mindenféle harcodat én ismerek a legjobban! Döntödöm!